A természetfotósok és a természetet kedvelők körében az év egyik legjobban várt eseménye, az év természetfotósa pályázat legjobb képeiből rendezett kiállítás Szekszárdra érkezett. Nagy örömünkre ez már immár a sokadik alkalom, hogy az év természetfotós a kiállításnak az anyaga az hozzánk is érkezik más városokhoz hasonlóan. A 2022-es év végén dőlt el ezeknek a képeknek is a sorsa. Talán soha nem látott mennyiségű természetfotó érkezett be, ha jól tudom, több mint 3500 képpel neveztek be, 197 fotós, ha minden igaz, tehát egy hatalmas megmérettetés ez mindenkinek. És ez egy nagyon érdekes döntési mechanizmuson megy keresztül, ugyanis a zsűri maga egy nagyon transzparens, egy mindenki által az interneten át követhető zsűrizési folyamatot vezetett be, és itt bizony több körön át kell ezeknek a képeknek versenyezni egymással. A harmadik fordulóba is még mindig 400 kép jutott be, ezek közül én úgy gondolom mindegyik a világ bármely részén megállta volna helyét ebben a kategóriában. A Magyar Természetfotósok Szövetsége 1989-es megalakulása után első feladatai egyikeként egy olyan fotópályázat megrendezését tűzte ki célul, amely alkalmas arra, hogy a magyar természetfotósok évről évre összemérhessék képességeiket, és a nagy közönség előtt is bemutathassák legszebb alkotásaikat. A Magyar Természetfotósok Szövetségét 1989-ben alapították meg, aminek én voltam akkor az alapító elnöke, 14 évig töltöttem be ezt a posztot, és egyidőleg én voltam akkor a Madártani Intézetek is az igazgatója, és 1993-ban volt a Madártani Intézetünk 100 éves. Ezt a centerem ünnepséget úgy szerettük volna megünnepelni, hogy legyenek szatellit rendezvények is, és megszerveztünk egy évtermészetfotósa kiállítást, ami főleg a madarakra koncentrált, és ennek akkora sikere lett, hogy azt mondták, ez nem szabad abba hagyni, ezt folytatni kell. A Naturárt által 30. alkalommal kiírt felhívásra idén 197 fotós, mintegy 3533 képpel nevezett. Kalotás Zsolt, a szakmai zsűri tagja megjegyezte, hogy maga is a versenyzők táborát gyarapította korábban, így mindkét oldalt kipróbálhatta már a fennállás óta. Aztán úgy gondoltam, miután én is fényképezek, nekem is illik indulnom, úgyhogy alkalommal én is lettem az év természetfotósa 2001-ben, és utána még több alkalommal fölkértek arra, hogy legyek a zsűri elnöke. A zsűrizés az nagyon érdekesen történt, mert ugye a Covid-járvány miatt elég nehéz volt összehozni az embereket, éppen ezért így az interneten keresztül, a Zoom programon keresztül bíráltuk el a képeket, ami egyébként nagyon-nagyon jó volt, mert mindenki nézhette, tehát az interneten keresztül bárki belepillanthatott, ha érdekelte a zsűrizés eredménye, és megnézhette az egyes zsűritagok milyen véleményt mondanak a képéről. A zsűri 15 kategóriában választotta ki a győztes fotókat, minden kategóriában első, második és harmadik helyezettet hirdetve, miközben a szponzorok és az együttműködő partnerek további külön díjakat is kiosztottak. A zsűri az 7 tagú volt,
első alkalommal nemzetközi zsűrit hívtunk össze, Florian Müller, a német GDT-nek a titkára, tehát a Német Természetvédelmi Szövetség titkára volt az egyik, a másik pedig Orsay Harberg, aki magyar származású, de Norvégiában él, és a National Geographic-nek a fotósa, kiváló természetfotós ő is. Aztán volt még egy olyan, aki nyugodtan mondhatom, hogy a világ öt legjobb fotográfusa közé tartozik, a Kerekes István, akinek gyémánt diplomája van, sőt, platina diplomája van, és mondhatom azt, hogy ilyen platina diplomát a világon összesen csak 6 ember kapott, ő azok közé tartozik. Tehát egy kifejezetten egy kvalifikált zsűri jött össze, azt hiszem, ők értettek a fotográfiához, és bízom benne, hogy nem is csalódott a végeredményben a nézőközönség, mert itt meg lehet látni, hogy csodálatos képek kerültek itt a falra. Ez a magas színvonal eredményezte, hogy idén a korábbinál több, összesen 120 pályamű került a kiállított győztesek táborába. Az idei év további érdekessége, hogy az előző évekhez képest bekerült a kategóriák közé a mobiltelefonnal készült fotó is. A jövőben tervezik, hogy meghirdetik a humor kategóriát is. Az Egyesület vezette be az internet teljes nyilvánossága előtt zajló, transzparens zsűrizést, melyet előző évben 15 országból követtek. Sokan azt mondják, hogy attól függ, hogy egy képnek a minősége, hogy milyen géppel készítik, ez nem igaz. Attól függ, hogy ki készíti, és milyen kompozíciót, milyen megközelítést alkalmaz. Hogyha végignézik az ember itt ezeket a képeket, azt mondom, hogy nem fogja tudni megalapítani, melyik kép készült mobiltelefonnal, melyik GoPro kamerával, és melyik egy profi fényképezőgéppel. Tehát a mögötte lévő szerző hozzáállása a döntő. Mondhatnám, a művész hozzáállása az, ami eldönti, hogy egy kép jó, vagy pedig nem. A döntéshozatalnál több szakmai szempontot is figyelembe vettek a pályaművek elbírálásánál, így fontos volt. Egyrészt a technikai tökéletesség, ez nagyon fontos volt, az új nézőpontok megtalálása szintén, az is nagyon fontos volt, hogy olyan képeket lássunk, amiket eddig még nem. Szerettük volna azokat a képeket bemutatni, amiket nem nagyon lehet megismételni, tehát egyedi fotókról van szó. És hát természetesen a sokoldalúság, az innovatív hozzáállás az rengeteget számított. A rendkívül erős mezőnyben végül egy ismert és nagyon tehetséges fotóművész, Daróczi Csaba nyerte el a két legfontosabb kategória, az év természetfotósa és az év természetfotója díját. Összesen mintegy 18 képe szerepel a legjobbak között. Ez igazi rekordnak számít a pályázat történetében. Most októberben nyílik meg nálunk ez a kiállítás, egészen november 6-áig lesz látható, hétvége, illetve pontosabban a vasárnapok kivételével, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan minőségű fényképanyag, amely a világ leghíresebb folyóirataiba, szakmai újságaiba is minden bizonnyal visszaköszön majd a következő időszakban előttünk, és hát izgatottan várjuk mi is, hogy hát ha környékbeli és általunk is ismert természetfotós is abban a megtiszteltetésben részesült, hogy itt kiállítást nyert a képe.